Hát akkor szép jó napot kívánok egy ebéd után, teli pocakkal, egy kis mesemondásra készültem én, közművelődés a közösségi médián innen is túl. Mint Sándor mondta, én Hegedűs Katalin vagyok, a Nemzeti Művelődési Intézetből érkeztem, Budapestről. Ennek a konferenciának az egyik szervező intézménye, a mi intézményünk. A Nemzeti Művelődési Intézetről azt kell tudni, hogy Budapesten a Korvin téren található egy országos közművelődési háttérintézmény 19 megyei módszertani irodával. Az egyik ilyen gerjedő megyei módszertani iroda, ugye Békés megyei iroda, akivel, tehát a munkatársakkal közösen szerveztük ezt a konferenciát. Hogy visszacsatoljak az előző előadásra, és legyen egy kis azon kívül változatosság, hogy addig kívül ma még itt nem állt fönn nő, úgyhogy el vagyunk férfiasodva a konferencia programban, Gusztáv előadására, ugye ő minden azt mondta, hogy hát erről még jó lenne beszélni, de most nincs idő, hogy mindenkit megnyugtatok, amiről ő szeretne beszélni, de most nincs idő, fog beszélni csak írásban. Van egy folyóiratunk, a közösségi művelődés folyóirat, és az itt el nem hangzott információkat bővebben a közösségi művelődés folyóiratban fogják majd önök elolvasni, ez volt a reklám helye, és akkor csapjunk bele az előadásba. No hát, amiről beszélni fogunk, ugye egy közösségi civil szervezetek, közművelődési intézmények is szép számmal vannak, és akkor itt vannak a mi látogatóink. Attól függően, hogy mit szeretnénk kommunikálni, úgyhogy tudnunk kell, hogy kik. Hát az egyik oldalról vannak ugye az ifjak, akiket úgy hívunk most már, ugye, hogy digitális benszülöttek, hiszen már ők egy olyan korban születtek, hogy az internet, az androidos telefon és minden egyéb ilyen alkalmazás, az ugye egy 3-5-7 éves gyereknek sem jelent már lassan gondot. És van egy másik generáció, akiket úgymond digitális bevándorlóknak nevezünk. Az első csoportra érdemes, ugye azt mondja az első képen a kisfiú, hogy az édesanyja, hogy nem kisfiam, nem töltöttünk le, születtél. Tehát ugye ez ilyen viccesen, de hát valahol mégiscsak ugye felmerülnek kérdések. Egy biztos, hogy van egy generáció, akinek a fülébe, a zsebébe, a kezébe mindig van valami eszköz. Tehát mennek a buszon, vonaton, folyamatosan itt lóg, ott lóg, amott lóg, kattogtatnak. Tehát ha őket el akarjuk pluszban érni, akkor valahol a virtuális térben kell őket keresni. A másik rész ugye a digitális bevándorlók, akiknek, meg azt gondolom, hogy a közművelődési intézmények, nézzük csak akár a Katinsán nagy programot, de ezer más dolgot mondhatnánk, mi azért vagyunk, hogy ezt a bevándorlást segítsük, és hogy minél többen tudják elérni ezeket a tartalmakat. És most kikapcsoltam, tök ügyes vagyok. Na, nem. És hogyha meséről van szó, akkor én három varázsszót is hoztam. Tudják, Harry Potterben mondanak ilyeneket, hogy Leviosán, meg ilyen-olyan mugli. Na most nekünk van három varázsszavunk, önöknek, nem nekem. Ez a hipertextualitás, a multimedialitás és az interaktivitás. Külön-külön is csúnyák, de így együtt hárman szerintem borzalmas. De mindaz, amiről idáig szó volt, és amiről lesz, erről a három szóról szól. Az egyik, az azt mondja, ez a hipertextualitás, hogy keresztbe kell mindenhova linkelnünk, hogy leegyszerűsítsem. Tehát egyszerűen van egy weboldal, oda, ugye, amit a Gusztáv is mutatott, rögtön ott van a többi blog, behivatkozzák a partner szervezeteiket szövegbe, bannerbe, ahova csak lehet, kép alá. A másik, ez a multimedialitás, hát itt ma gyönyör volt, mert mindenhol képeket, videókat, blogokat, mozgófilmet láttunk, tehát egyszerűen elmegy a világ arra felé, hogy az emberek akár tetszik, akár nem olyan sokat szeretnek olvasni weben. Tehát ha ott akarjuk őket tartani, akkor a vizualitással mindenképpen kell foglalkoznunk, ezzel tudjuk őket megfogni. A harmadik ilyen varázsszó pedig ez az interaktivitás, hogy tehát van egy nemzedék, ugye én is úgy nőttem még föl, és azt gondolom, hogy a teremben vagyunk sokan, akik már azt mondjuk mi, hogy hosszabb ideje fiatalok. Tehát, hogy hosszabb ideje vagyok én is fiatal, és én még úgy tanultam olvasni, hogy a könyvet az elejétől a végéig olvasom, és általában egyet. Most az én gyerekem nem ezt csinálja, hanem ő egyszerre 3-4 ilyen dolog van a kezébe, telefonnal, Facebookkal, könyvvel, meg még egy másikkal. Tehát, hogy egyszerűen ők, a gondolkodásuk egyszerre 2-3 felé is képes mozogni, és ebben folyamatosan
meg kell jelenni az azontani prompt információnak, hozzá tudjon szólni, tudjon kommentelni, el tudja mondani a véleményét. Tehát ez a három dolog, amire azt gondolom, hogy az egész előadást, hogy mindig itt visszautalok, hogy akkor most jönnének a varázs szavak. Legyünk civil szervezet, de most induljunk ki abba, hogy most mi egy közművelődési intézmény vagyunk itt Békésen, hogy miért kell fönt lenni. Itt sok mindent összeírtam, látják. Ebből az, hogy azért, mert jogszabálynak meg kell felelni, ez most nem témánk, hát mindig piárolunk, most ugye ez sem annyira intézményi arculat, de kettőt megvastagítottam. Az egyik az, hogy kapcsolatépítés, közösségépítés, fejlesztés, mert azt gondolom, hogy a jelenlevő szervezetek többsége a való, nem online, hanem a való világban ezt csinálja, tehát ez a dolgunk. Tehát alapvetően egy másik térben, egy új szintéren azért írtam, hogy van egy küldetésünk, de ezt a küldetést egy másik szintéren is teljesítenünk kell. Tehát, hogy ezért a sok-sok okból, kifolyólag ez a kettő, amit mindenképpen a figyelmükbe szeretnék ajánlani. És hogy miben más ez a tér? Nagyon sokáig úgy gondolkodtunk az interneten, mint egy információs felületről, mint egy ilyen nagy tábláról, ahol mindenki kiteszi a kis sárga tetejét, és akkor megtaláljuk. De azért néhány éve felborult ez az elmélet, azt gondolom, hogy hát a szakemberek, azok már régen tudták ezt, de önök is, akik aktív Facebook és mindenféle közösségi portál felhasználók, hogy itt nem arról van, hogy információk, van egy közösségi tér alakult ki a különböző felületeken, és legyen az, hogy egy eseményt megosztunk, vagy legyen egy mondjuk egy intézményi külön Facebook oldal, vagy egy blog, abban a pillanatban elindul a közösségépítés, mondjuk éppen legyen csak az, hogy a Sándorék hozzácsatoltak ugye rögtön egy kérdőívet, amit mindannyian ugye kitöltöttünk. Ebben a pillanatban azt, hogy látjuk az eredményeket, és vissza is lehetett nézni, volt, aki remélem figyelte rajtam kívül, arról esetleg lehet majd beszélni, meg majd a videókról is beszélünk, a később a Facebookon, tehát elindul már itt is egyfajta közösségépítés. A harmadik érdekes dolog, hogy hosszú ideig ugye megszoktuk, hogy kommunikálni a hivatásos kommunikátorok szoktak. Az újságíró, a sajtófőnök, a sajtóval megbízott munkatárs mondjuk egy civil szervezetbe, de elérkezünk oda, hogy mindenki kommunikál, mindenki megoszthat tartalmat, tehát ez a feladat, felelősség és lehetőség, mert mindhárom igaz rá, közössé vált. És akkor megint kikapcsoltam, most egyszer. Na. És akkor van ez a kulturális szakember, mindig azt gondolom, hogy a kulturális szakember az olyan, mint egy svájci bicska. Mindig más funkciót tudunk elővenni. Tehát, hogyha az előttünk, vagy az előttem szóló civil szervezetekre gondolunk, nem arról van szó, hogy egy tevékenységet végeznek, hanem rengeteg tevékenységet. A kulturális szakember is ugye ilyen egyszer ugye van a szervező kulturális szakember, vegyük Koszett Sándort, aki igazgatja ezt az intézményt, de hát közben egy marketing szakember, mert azért ezt a termet néhány hét alatt megtöltötte, projektmenedzser, mert rengeteg pályázata van, pályázati referens, sajtó és PR munkatárs, nemhogy PR munkatárs, hanem ilyen típusú képzéseket is szervez, designer, minőségbiztosítási szakember, ugye az előbb a Andrea mondta, hogy minősített közművelődési intézmény, és ezért van többek között ez az adatfelvétel, aztán állandóan jogszabályokkal is bajlódunk, tehát ennyi mindent kell csinálni, és az ember azért azt gondolom, hogy egy idő után lehet, hogy elfárad a sok-sok feladat között, de erről, amit úgy hívunk, hogy sajtó, PR és kommunikáció, az most nem fért ki a bicska mellé, erről azért azt gondolom, hogy érdemes egy picit bővebben beszélni. A szünetben az egyik kollégával arról beszéltünk, hogy ezt a problémakört azért nagyon sok helyen az informatika tárgykörbe sorolják, miközben természetesen ugye egy technikáról van szó, de hát ugye azt ma már megbeszéltük, hogy nem cél, hanem eszköz, és azért alapvetően a cél a kommunikáció, illetve annak az adott szervezetnek, a szervezeti céljainak a megvalósítása, és hát ehhez kell mindig azért azt a svájci bicskából a legmegfelelőbb eszközt előrántani. Néhány fotó, ami éppen mostanában készült mondjuk az életünkből, kapunyitogató programok, tanfolyam, fesztivál, tehát hogy nagyon sokfajta rendezvényen, nagyon sokfajta tevékenységgel vannak jelen a mi intézményeink, és akkor ezt kell nekünk valahogy egységbe gyúrni, hogy ennyi mindent csinálunk, ennyi mindenhez kellene értenünk, ilyen sok felület van, és hogy hogyan lehet ebből a legjobb megoldást kiválasztani. Néhány adat elhangzott, azt gondolom, hogy talán nem minden jelenlevő ismeri ezeket az adatokat,
Tehát, hogy döbbenetes, hogy nem arról mindig azt, hogy felgyorsult a világ, meg rengeteg adatot osztunk meg, de hogy mennyi az a rengeteg, tehát azt mondjuk, hogy naponta 2 milliárd videót, 2 milliárd videót néznek meg a YouTube-on, és több százezret töltenek fel naponta. Vagy hogy a Wikipédiára 2300 ezek lehet, hogy tegnap előtti adatok, de nagyságában ennyi adat kerül föl. De ami ennél döbbenetes, és akkor gondoljunk vissza az első képre, a fiatalokra, itt lóg, ott lóg, kezükben ez az amaz, hogy a 8 és 18 év közötti korosztály naponta 7,5 órát használ valamilyen eszközt, mobiltelefon, számítógépet, televíziót, akár az iskolám is. Azért ez, ha 24 órából azért azt gondolom, hogy egy döbbenetesen nagy szám ahhoz, hogy ezzel egy jól működő felelősség, társadalmi felelősséget érző szervezet vagy intézmény, amikor kialakítja a stratégiát, hogy ezekről ne tudjon. Az adatok hasonlóak. Talán azt hiszem, én még 1 milliárdot írtam a Facebookra, azt az 1,1-et most majd kijavítom, köszönöm. És ha megnézzük azt, hogy Magyarország ezzel a 4,5 millióval azért az országok listáján a 41. helyen áll, ami azt jelenti, hogy az európai átlag 29-30% között van, tehát van olyan a dolog, amiben mi meghaladjuk. És erre érdemes lenne talán, és lehet, hogy már születtek is kutatások, csak én nem találtam meg, hogy mi az oka annak, hogy mondjuk ilyen magas arányban vannak jelen. Lehet például a költséghatékonyság, amiről ma már szó volt egy intézmény vagy egy szervezet életében, vagy ezer más, de hát erre nem tudunk. Jó, kikapcs, és arrébb. És akkor azt mondjuk, hogy hát tudjuk, hogy mi újság a világban, hány adatot osztanak meg, és milyen rettenetesen gyors az internet, és akkor itt van a közművelődés a maga kis intézményeivel. Én 3 évet vettem ki a statisztikából, a 2001-es, a 2009-es és a 2011-es évet. Alapvetően az egyiknél 3200 adatszolgáltató van, a másiknál 2009, a 2011-es évben meg majdnem közel ugyancsak 3. Hogy honnan, hova jutottunk el? Tehát, hogy miért van az, hogy egyrészt ez a probléma most, nem probléma, ez a lehetőség most gyűrőzött be hozzánk, olyan egyszerű oknál fog, hogy nagyon sokáig nem volt mind begyűrűznie. Tehát nem voltak eszközök, nem volt megfelelő internet, hiszen azért látjuk, hogy 2001-ben az intézményhálózat 25%-a rendelkezett internet kapcsolattal, de 2009-ben érjük el azt, hogy 80%, 81%, egy picivel most följebb ment, de körülbelül egy 80%-nál úgymond telítődött. Ennél is érdekesebb, hogy eleinte azért 320, tehát 3000-ből 329 honlap volt, 10%. Látják, hogy 2009-ben ez már 44%, a 2011-es évre pedig 50%-ra ment fel. No, de az, hogy van honlapunk, az még nem biztos, hogy információt jelent bárkinek. Amikor ezt tovább bontjuk, akkor azt látjuk, hogy ebből 576 úgymond egyszerű honlap, tehát ezek a statikus honlapok, föltesszük, aztán egyszer majd frissítjük. 904 darab belőle, az már valamilyen módon összetettem, tehát ott rendszeresen frissül többfajta tartalom van, és összesen 70 darab van olyan, amire azt mondjuk, hogy olyan portálszerű tartalmom is, akár naponta frissülés. És amikor azt mondjuk, hogy naponta frissülés, és az már az a hurrá optimizmus kategóriába tartozik, akkor amikor azt mondom, hogy naponta frissül, én örülök, mert az már gyors, de az a gyermek, aki naponta 77-szer frissíti az oldalát, vagy lát, ő neki még lehet, hogy az is lassú, tehát ahhoz kellenek az olyan elkötelezett és kicsit megszállott szakemberek, mint akár a Sándor, aki folyamatosan, miközben mi itt ülünk, beszélünk, mindazt, ami itt történik, posztolja, kommentelést nézi, hogy ki mit kérdezett hozzá, hiszen így lehet azt az állandó érdeklődést fenntartani. Ugyanez az adat csak egy másik grafikonon, és akkor van még egy érdekesség, hogy hát azért vannak eszközök, össze kell őket dugni, fel kell telepíteni, egyáltalán van hálózat, hogy ez az intézményhálózat, amit úgy hívunk, hogy közművelődés, vagy a kulturális területnek az egyik szelete, hogy hogyan áll informatikai szakember ellátottsággal. Az a szép nagy szedertorta ott alul, az a nincs. Tehát 67%-ában nincs. Nincs semmiféle
nincs rá szervezeti egysége, nincs informatikusa, sőt, nincs szerződéses formában, tehát ahogy esik pufan, ha valaki segít, valakinek a bátyja, szomszéd, egy egyetemista, de igazándiból nincs folyamatos segítsége a munkában. Ez ugyan nem hátráltatnak minket abban, hogy a közösségi média előnyeit használjuk, de mindenképpen egy fontos adat. És hogy hát miért fontos ez ugye a szervezetek életében? Először is tudnunk kell, hogy mi a célja ennek a kommunikációnak, mit akarunk kommunikálni, másrészt, hogy kinek, harmadrészt pedig, hogy hogyan, valamiféle tervszerűséget érdemes felállítani. Egyrészt azért, mert el kell érnünk a célcsoportunkat, tehát nem mindegy, hogy én középiskolás csoportnak akarok kitenni információkat, vagy egy középkorú közönségnek, vagy a nyugdíjas klubomnak. Nem mindegy, hogy kinek, nem mindegy, hogy a saját intézményi látogatóimnak, vagy adott esetben a szervezeteknek, vagy a fenntartónak, hiszen minden intézménynek, aki fenntartóhoz tartozik, alapvetően a honlapja hozzátartozik az intézmény imáshoz, tehát ami ott megjelenik, szinte beszámoló jelleggel, nem évvégi beszámoló jelleggel, de beszámoló jelleggel összefoglalja az ő munkáját, tehát hogy mikor, mit, hogyan, milyen képpel jelenít meg, az ugyancsak egy fontos szempont lehet. A lényeg, hogy tudnunk kell civil szervezetként is, hogy amit kiteszünk, annál a híranyagnál, blognál, képnél alapvetően ki az, akit meg szeretnénk célozni. Ugye a konferenciának a témája a közösségi média, és látjuk, hogy az én felsoroltam az összes lehetőséget, hogy hol, mindenhol kell nekünk még jelen lenni, de hát itt a Google alkalmazásokról lesz is, meg ugye a Facebook tippekről még majd bővebben. Azt gondolom, hogy mindennek előnye is, hátránya is van, és amikor internetről beszélünk, akkor mindenképpen azt gondolom, hogy teljesen, hogy 15 éves gyereket kérdezek, vagy olyat, aki aktív felhasználó, 40, 50 vagy 60 éves, mindenképpen ugye a kommunikációs lehetőségeink bővültek. Jó ez az interaktivitás, van, amikor fájasztod, de alapvetően szeretjük. A kommunikációs költségek, ha éves szinten nézzük egy intézmény életébe, olcsóbbá válnak mindenképpen, hiszen nagyon sok ingyenes alkalmazást, ingyenes lehetőséget tudunk használni. Én azt mondom, hogy vannak esetek és vannak célcsoportok, ahol igenis még mindig szükség lesz a plakátra, meg a szórólapra, hiszen az, aki nem éri el ezeket az internetes felületeket, ahhoz is el kell juttatni az információkat, de mindenképpen azt gondolom, hogy ez visszaszorulóban van. A minőségi tartalmak elérése, hát azért ha aktív felhasználók 8-10-15 év alatt azért nagyon nagy változás történt. Hát az, hogy időtakarékos, ebben nem tudom, mert néha én magam is cáfolom magamat. Egyik oldalról nagyon gyorsan megtaláljuk azokat az információkat, amit keresünk, legyen az egy térkép, legyen az egy menetrend. Másik oldalról meg az ember ott ragad és ugrál lapról lapra, és persze csak észreveszünk, hogy 2 óra elszaladt az életünkből. És ha nem is hátrány, de mindenképpen valamiféle ilyen olyan dolog, ilyen negatívum, amin azért érdemes elgondolkozni, vagy nem is érdemes elgondolkozni, de számolni kell vele egy szervezetnek, hogy azért van folyamatos befektetés. Tehát eszközöket kell venni, szoftvereket, ha nem Linux, de akkor de mindenképpen azért kell venni, meg hát kell hozzá internet elérés, és hát akkor egy picit a veszélyekről, gyerekekről, meg idősekről. Azért az interneten én azt gondolom, mindenki annak adja ki magát, akinek akarja. Amit mi tudunk, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekeket megtanítsuk arra, hogy nem kell mindent elhinni, és én itt gondolom az intézményhálózatunk nagyon nagy szerepét, hogy igenis ebbe a biztonságos internet programba tömegesen kellene belépni, és a gyerekeket mindenképpen a lehetőségek szerint védeni. Hát a nyelvi sorvadásról azért tudjuk, akárcsak egy SMS-ből milyen módon alakult át a nyelvünk, onnantól kezdve, hogy a Balatonról írtunk egy képes lapot, és háromszor meggondoltuk, hogy mit írunk, vagy éppen elnyomunk egy SMS-t egy mosolygó arcocskával. És hát szuper, hogy van, de néha ez a technos teszt, hogy állandóan ott van, és mindig csörög, és mindig megszólalhat, és mindig utol lehet érni az ember, azért az valamilyen módon néha negatívum is tud lenni.
egy idézetet hoztam ettől a Jakob Nielsen-úrtól, aki azt mondta, hogy hát a web a figyelemiparága, és itt van egy fizető eszköz, ami nem más, mint a felhasználó ideje. Tehát legyen az bármilyen felület, akár a Facebook oldal, akár a blog oldalunk, akár a honlapunk, mindenképpen úgy kell összeállítani, hogy aki ott időt eltölt, lehet, hogy 3 percet tölt el, de azt mondja, hogy ez az oldal nem frissül, nincsenek olyan információk, vissza se jön. Tehát mindenképpen arra kell törekednünk, hogy a lehető legtöbb időt töltse ott a felhasználó, aminek érdekében nem árt, ha az oldal ugye esztétikus, nem árt, hogyha keresőbarát, tehát ha meg lehet találni a különböző keresőkben. Ha ott tartja, olvasásra ösztönzi az olvasókat. Amikor kinyitom azt a honlapot, alapvetően a struktúrája jól áttekinthető, tehát sokszor van ugye váltás a különböző nagy portáloknál, az ember megszokt, hogy ide kattint, ezt találja, azt olyan, és egyszer csak jön a változás, és akkor az ember 2 hétig semmit nem talál. Ugye muszáj, ez is egyfajta figyelem felkeltése, hogy megváltoztatni a felületeket, de a struktúráltság az mindenképpen fontos. Az akadálymentesítés, ami azt gondolom, hogy nem csak a vakbarát honlapokról van szó, hanem minden szempontból ezeket a honlapokat akadálymentesíteni kellene, és ez nem egy lehetséges opció egy költségvetési intézmény életében, hanem van erre egy jogszabály, az a baj, hogy ez kötelező. Tehát ha valaki most áll neki honlapot gyártani, akkor ennek közben utána, hogy igenis ezeknek a honlapoknak már elvileg így kellene, hogy készüljön, és akkor mindenképpen az interaktivitás és akkor a 3 varázsszó most jön vissza, fontos szempont. Jó, első benyomás. Jó, és akkor egy picit a tartalomról, és akkor az újságíró kollégára visszautalni. Először is az, hogy rendszeresen frissül valami, az ugye ez egy fontos szempont. Hogy színes olvasmányos, hogy még ha a saját rendezvényeinkről, ha a saját projektjeinkről írunk, akkor is valamilyen módon legyen hírérték benne. Azért, mert most történt, azért, mert valami híres emberrel jártunk, azért, mert valami olyan helyen jártunk, ami különleges, azért, mert valami híres, mondjuk egy különleges dologról hallottunk, azért, mert egy érdekes idézetet találunk, valamilyen módon ezt fel kell dobnunk. És akkor én úgy vagyok, hogy vizuális mágnesek, tehát ezek a vizuális mágnesek, igenis a képek. Tehát amikor én felteszem egy linket, és mondjuk csak 50-en nézünk meg, mikor hozzáteszem a képet, akkor abban a pillanatban ez felugorhat több százra, hogy igenis a vizualitásra figyelni kell. És akkor itt van a kupolási mód. Mert szerintem azt hiszem, hogy itt jön az Alekosz és egyéb ilyen logisztorik, nem? De bennünk van a kupolás. Tehát akár egy saját weboldalnál, vagy egy civil portálnál is érdemes lenne, hogy mi az az információ, amit mi tudhatunk csak, de érdekes lehet másnak is, és olyan módon osztjuk meg az olvasóinkat, hogy egy picit bele lássanak az életünkbe. Mire gondolok én? Például készül egy színházi előadás, és akkor egy betekintést engedek abba, hogy hogyan történik a próba. Hogy felteszek olyan fotókat természetesen, a színészek közreműködők beleegyezésével, amin egy más helyzetben látom őket, nem a színpadon, hanem akár sminkelés közben, és szeretjük. Tehát ezek a fotók azért mindig látogatottabbak. Vagy elmondom, akár egy fiatal szemszögéből, hogy egy tanfolyamat mit tapasztalt. Tehát egy picit a belső láthatatlan világ, ezt tudom én mond kukkolásnak. És igenis ezek a felületek egyrészt a valós, tehát itt azért nagyon sok helyen valós közösség van az intézmény hátterében, de ugyanakkor, ha jól működik, akkor létrejöhetnek virtuális közösségek, akik lehet, hogy csak egy like-el elég, lehet, hogy egy megosztásra, vagy lehet abban, hogy egyáltalán folyamatosan figyelnek minket, tartoznak a mi közösségünkbe, de mindenképpen egy szélesebb burkot lehet építeni. És a hitelesség, itt a szálloda példáról beszéltünk a szünetben, hogy ahol azért, ha a kommenteket valaki végigolvassa egy blognál, vagy egy hír mellett bejegyzésként, hogy mit írnak róla a többiek, az mindenképpen nekünk információ. És az ember azt olvassa, hogy mit tudom, XY szálloda, vagy intézmény, hogy végül egy intézmény hosszú volt a sor a ruhatárnál, hosszas a büfé, egyébként is rossz a szendvics, az akarva, akaratlanul befolyásol
minket abban, hogyha döntési helyzetben vagyunk, hogy ide is mehetünk, meg oda is megyünk, ugyanazon a napon, hogy melyiket válasszuk. Tehát ahol alapvetően jó kommentek, jó hozzászólások, jó hangot, ott majd vélhetőleg az ember valószínűleg, hogy nyitottabb lesz. A következő pedig ez a műfaj változatosság. Akár egy saját civil honlapon is. Vagy nem biztos, hogy plakát elő van, ahol mindenféle plakátokat egymás alá kitesznek, és akkor a híradás információ az kipipálva. Hogy annyiféle műfaj van, hogy meg lehet ezt írni hírként. És milyen jó valakivel mondjuk a Konfere utca után egy riportot készíteni. Vagy itt ülünk, és valaki tudósít, akár belső ember egy eseményről, vagy ha mondjuk egy kirándulást szervez, vagy egy olyan külső eseményt, egy civil szervezet. Tehát, hogy amilyen módon lehet ezeket, akár a műfajokat is lehet válogatni, ebbe lehet videóriport, ebbe lehet játék, ebbe lehet egy virtuális kiállítás, de minden eszközt, ami a kezünkben van, azt folyamatosan ezeket a lapokat keverni kell. Ugye a hírértékről már beszéltünk, az egyik kedvenc szábrám, azt mondom, hogy sokszor van, hogy ilyen picike hírünk van, de az a célunk, hogy olyan nagy árnyékot csináljunk belőle. Tehát, hogy minden eszköz és minden lehetőség, amit használtunk, arra felé kell, hogy mutasson, hogy ebből a kicsiből valamilyen módon nagyobb hír legyen, ami lehet attól, ugye erről már többször volt, hogy szokatlan, hogy aktuális, hogy valamiért újszerű, hogy egyszerűen időszerű, és most ugye itt sajnos az árvízi herzet jött ma vissza folyamatosan, de mindig van valami olyan időszerű dolog, amihez lehet csatlakozni. Hogy a hír micsoda, erről is volt ma már szó. Azt gondolom, és akkor ezt nem írtam föl, de azért egy mondatot hagyd mondjak róla, hogyha van egy intézményi honlap, egy civil honlap, ahol ezeket a kis híreket feltesszük. Tegye már fel a kezét, akinek mondjuk van ilyen, hogy RSS kimenet a honlapján, és akkor megyünk három. 1, 2, 3, 4, azért vannak itt RSS kimenetek, ott hátul is nagyon jó, hát azért vannak RSS kimenetek. De most ezek az RSS olvasók leginkább ezeket a leadeket olvassák, ugye a fejlécét a kis híreknek. És amikor az ember azt elolvassa valahol egy ilyen beolvasóba, ahol mondjuk több hír gyűjtenek össze, ha ez a kis valami megragadja a figyelmet, először is a címe, de ha az a kis lead megragadja a figyelmemet, akkor tovább kattintok. Ha nem ragadja meg, akkor lehet, hogy átmegyek rajta. Tehát még a saját honlapunkon is nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy ezeket a bevezetőket hogyan írjuk, meg milyen információk. Azon kívül, hogy a ki, mikor, hol, mit, ez benne van, hogy a mai napon itt meg ez történik, de valami esetleg olyan plusz, ami megragadja a figyelmem, amiőtől rámegyek a bővebbemre, vagy átugrok a másik oldalra. Ezt mondtam, hogy keverjük a műfajokat. Ugye az interaktivitásról fogunk ma még itt beszélni. Azért egy pár szót erről a üzenetkereső optimalizálásról is. Tehát, hogy jó, hogy van honlapunk, meg jó, hogy van egy doménunk, attól még nem biztos, hogy megtalálnak minket. Tehát, hogyha van olyan szakember a környezetünkben, legyen az egyetemista, vagy egy valami másik cégnek az alkalmazottja, azért kérdezünk rá, hogy mi az, hogy kereső optimalizálás, csak most ebbe még nem mennék bele. Ez azt jelenti, hogy minden jobb találatokat hoz ki ugye a mondjuk a Google kereső. Tehát éppen itt, nem is tudom, mire kerestem a múltkor rá, mire kijön itt a 18 000 találat, és a 18 000-ből a 640. hely az még, tehát hogyha maratoni futóversenyen indulok, akkor az alapvetően nem rossz, de ki az, aki a 644. oldalra találatra rákattintott valaha életében a Google-ba? Az első oldalra, meg a második a maximum. Tehát, hogy erre is figyelni kell. És akkor még egy dolog, hogy azért a lerágott csonttal, tehát valami olyan, ami már ezerszer elhangzott, és ahogy az első előadom, de Balogh, igen, mondta, hogy az nem hír mindig, hogy megnyitottuk a kiállítást, becsuktuk a kiállítást, megnyitottuk, becsuktuk. Tehát, hogy valamivel ezeket a folyamatos visszatérő eseményeket, rendezvényeket azért érdemes kicsit feldobni, mert azért ezzel előre lehet jutni a találati listába. Erről is volt ma már szó. Hát én is azt gondolom, hogy a Facebook alapvetően megkerülhetetlen, és a többi meg gyengélkedik, vagy sosem működött. Illetve van még néhány olyan tematikus oldal, amit egy-egy intézménynek érdemes megnézni, hogy a saját területén van-e még olyan közösségi oldal, ahol esetleg
látogatókat találhat. És akkor ugyan kevesen vannak intézményből, és erről kevés szó esett ma, de azért érdemes felkészíteni magát az intézményt is, az intézményvezetőt is, meg a fenntartót is, hogy azért előfordulnak, ahogy Gusztáv mondta, vaddisznók. Igen. Tehát, hogy ebben számolni kell előre, és érdemes ezt előre látszani, hogy ki az, aki azt a Facebook oldalt üzemeltet, ki tehet hozzá, tehát hogy állítjuk be, ki szólhat hozzá, lehet-e kommentelni, képet lehet-e kommentelni, lehet-e megosztani. Tehát át kell gondolni, mindent lehet, csak át kell gondolni, hogy mit engedek és mit nem, és ahhoz képest nem kell meglepődni, hogyha egyszer egy vaddisznó is bekerül, és akkor mindenképpen kedvesen kell majd beszélgetni. És akkor néhány jó oldalt hoztam én, ugye rögtön azokról, amikről itt beszéltünk, a videó, a különböző megosztási lehetőségek, ha tovább lapoznánk, akkor rengeteg képet tettek föl, ez például egy városi honlap, ami azonnal ugye próbálja a szemünket a különböző tartalmakra felvinni. Ez egy elég kis település Baranya megyéből, Kozár Mislen. Tehát az, hogy nincs forrásunk, vagy hogy nincs szakember, az nem mindig ok arra, hogy ne legyen egy jó honlapunk, vagy ne legyen egy jó Facebook oldalunk. Egyszerűen olyan embernek kell adni, vagy olyan ember kell hozzá vagy szerződtetni, vagy valamilyen közös kaláka munkába összehozni, aki ért hozzá, és úgy tudja felépíteni ezt az oldalt, akár kevés, vagy nulla forintból, hogy az nekünk látogatókat, közösséget, és mindenképpen az intézménynek valamiféle hírnevet generáljon. Hopp, és akkor lassan lejárt az időm, az 5-10 honlapja. A miénk az készült, de itt lett volna az utolsó a miénk, a Nemzeti Művelődési Intézet honlapja, aminről csak annyit mondok, hogy minden olyan funkció, amiről ma beszéltünk, a vakbarát funkciótól a különböző megosztásokig, a képgalériákig, a központi tartalmakig, a szín folyóirat, a szín online-ig tartalmazni fog, és plusz tartalmazni fog egy úgymond ilyen közművelődési videócsatornát vagy gyűjteményt, ahol az a célunk, hogy az önök a ti rendezvényeitekről azokat a másfél-két perces összefoglalókat folyamatosan vetítsük, hiszen ezek a rendezvények a mi rendezvényeink, és azt szeretnénk, hogyha minél többen látnák azokat az értékeket, amelyeket a közművelődési intézmények és a hozzájuk kapcsolódó civil szervezetek létrehoznak. Köszönöm szépen a figyelmet, és ha van kérdés, akkor szívesen, de akár a konferencia után is. Köszönöm szépen!